Büszkék lehetünk arra, hogy egy gazdasági fordulatnak a világban nem követői, hanem éllovasai vagyunk. Erről beszélt György László nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A zöld gazdaság világpiaca 2020-ban 1300 milliárd dollár volt. Ebbe beletartozik az autóipar is, amely félmillió magyarnak ad munkát. Ezért is fontos, hogy például ez az ágazat milyen irányban fejlődik tovább, és egyelőre úgy tűnik, jó úton haladunk a célok megvalósítása érdekében. A 2030-ra megtervezett naperőművi kapacitásuk már 2024-re rendelkezésre állnak. Ahhoz viszont, hogy a zöld energia, a nap, a szél, a nukleáris energia, a geotermikus energia adott esetben, ahogy látjuk itt Nyíregyháza esetében, a geotermikus energia kiemelt fontosságot élvez. Ezek el tudjanak jutni az otthonainkba, a családokhoz, a vállalkozásainkhoz, az iparba, és a közlekedésben föl tudjuk használni, ahhoz ezt az energiát tárolni is szükséges. Nagyon fontos, hogy Magyarország ezen a területen is jól áll. A negyedik legnagyobb kapacitással fog rendelkezni Magyarország 2030-ra, ami a zöld energiatárolására alkalmas rendszereket illeti, az Amerikai Egyesült Államok, Kína és Németország után. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kettes számú választókerület önkormányzatai az elmúlt 10 évben 1 milliárd 75 millió forint értékű energetikai beruházást hajtottak végre. Ebben nagy segítségükre volt a TOP és a TOP Plusz. Jellemzően napelemet telepítettek. Ez nagyon fontos a közintézmények területén, tehát az önkormányzatok a saját fenntartásban lévő bölcsöde, óvoda, polgármesteri hivatal tetején telepítenek. Nagyon lényeges, hogy nem csak meg kell termelni a megújuló energiát, hanem tárolni kell, ezért a tároló kapacitásokat országos szinten kell bővíteni, és én azt gondolom, hogy nagyon lényeges mozdanat az is, hogy munkahelyeket is megvéd a zöld átállás, hiszen hogyha egy zöld gazdaságot építünk ki, ami a jövőt jelenti, és tulajdonképpen egész Európa, sőt mondhatom az egész világ átáll erre, és ahogy kormánybiztos úr is mondta, hogy nagyon dinamikusan fejlődő gazdaságról van szó, a zöld gazdaság nagyon dinamikusan fejlődik, akkor nekünk lépést kell tartani ezzel, és Magyarországon munkahelyeket véd meg ez az egész zöld átállás. A vármegye székhely is folyamatosan dolgozik azon, hogy minél több környezetbarát megoldást alkalmazzon. Valamennyi önkormányzati épület energetikai korszerűsítése megtörtént már, legyen szó egészségügyi intézményekről, óvodákról vagy iskolákról. Az ipari park fejlesztésénél is kiemelt szerepe van a zöld energiának, az egyik svéd cég ráadásul hőszivattyúkat is gyárt, és mindig vannak újabb tervek. Én most a geotermikus energia használatát tartom, ugye nagyon nagy forró víz van alattunk, amit ugye fürdőkben használjuk, de még nem került sor arra, hogy hogyan lehetne ezt a fűtésnél, hűtésnél, esetleg a világításnál is hasznosítani. Hogy a lakosság mit gondol a zöld energiáról, azt egy 13 kérdésből álló online kérdőív kitöltésével mondhatja el. A felmérésben egyebek között a zöld energia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítésének és az elektromos közlekedésnek az állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról, a nagy szennyezőanyagok cégek klímavédelmi költségeinek megfizetéséről mondhatják el véleményüket a kitöltők április 15-éig.